Szóval változatlan a helyszín, hiszen ugyanakkor veszem fel. Kezdi rész. Yeah. Na szép jó reggelt, hello guys! Ma hivatalosan is élesbe elkezdődik ez a heti vlogozás, mert igazából most van nekem az első hétköznapom, úgyhogy látni fogjátok, hogy hogy is szokott telni a Beninek a hete. Ma egy kicsit sűrű lesz a programunk, úgy fogjuk kezdeni, hogy most reggelizünk, aztán el fogunk menni edzeni az öreg Tocsival. Ezután gyors nekem meg kell vágjam a tegnapi részt, majd csak 6-kor meg menni fogunk vezetni, úgyhogy nem fogok uratkozni, mert hát még mindig az új vágóprogramot próbálom megvágni az előző részt, és hát ja, tehát ez nem egy gyors folyamat, úgyhogy kapkodni kell a kezemet, meg mindent, ott van Susu. Hello Susu! Szia! És ez itt a végkifejlett forma, tulajdonképpen zabkás a sok gyümölcsel, egy proteinszelet, meg egy edzés előtti. Ami körte ízű. Aztán ez lesz majd nekem az edzés közbeni BCL glutamin keverékem, ez meg majd az edzés utáni fehérje. Fehérje. Úgyhogy ezt most szépen betoljuk, aztán megint tudunk kezdeni, mert a Tocsi nem vár. Amúgy tudni kell Tocsira, hogy mindig késik, úgyhogy ráérünk tulajdonképpen. De, ja, szóval Tocsi, ha nézed a videót, ne legyél már, geci, ne késj már annyit. Na, az meg lett volna. Megyünk edzeni. Halló? Hát gyere, kiskutyám! Hát gyere! Hát szevasz! Miért akar, mindig menni onnan a kamerát? Útra készen vagyunk, de először felvesszük az Aber von Müller kezdőszettet. Yeah! Jó, hogy full felős az idő, és nem is kell napszemeg. No, mindegy! Megkezdjük meg interjúval, hogy, hogy... Ki fog menni a 130 Tocsi? Remélem. Már figyeljük, ez itt kérlek szépen. 15, 30, 45, 55. A szorod meg 2, az 110. Plusz rúz. Az meg egy booty. Gyerünk Tocsi. Most jön az ebéd része a dolognak, hát most szerencsémre hétvégén édesanyukám főzött az egyik kedvencemet,
ezt még nem is mondtam, hogy ez a kedvencem, de ez is a kedvencem, ő nem más, mint a jó kis itthoni csirke pörkölt tejföllel, meg így. Úgyhogy most szépen megebédelek, aztán lesz egy kis dolgom, át kell iratni a tütüt, majd ezután nagyon gyorsan meg kell vágnom a videót, vagyis hát ez a gyors, ez egy órák hossza lesz, mivel mondom új vágóprogramon, aztán még annyira nem vagyok benne jártas. Aztán azt fel is kéne tölteni, mielőtt elmegyek vezetni majd 6-kor, úgyhogy pörgetni kell a dolgot, plusz bennem kell még egy helyre, az ilyen magánügy. Na, étkezzünk. De jelenleg az a nagy helyzet van, hogy 96%-on áll a mai, most hát igazából ez már nektek a tegnapi rész, és 6 óra van, és én 6 óra 20-kor már vezetnem kéne, úgyhogy Muternak nagyon rá kell lépni a gázra, hogy odaérjünk. Viszont ezt még meg akarom várni, hogy lerendelje és aztán feldobjam. Nagyon lehetett a délután, mert nagyon sokat kellett várakozni a hivatalba, és emiatt nagyon kevés felvételt tudtam felvenni, de most még azért próbálok párat. Most elerett az eső, úgyhogy esőbe fogok vezetni, ilyet se csináltam, még most azért vagyok kék, mert itt vagyok a gép előtt is ilyen kék. Kék. Szóval most fogom publikálni az első részt. Most éppen 98%-nál tart, itt éppen magyarázok a végén, hát itt van, vannak vágások, meg minden. Remélem azóta tetszett nektek, meg hogy kint van. Hello, bemérte a fejem. Ja, ti nem látjátok, de be van mérve a fejem. Léci, legyél gyors, ez az 99, csak 20 szeg fasza. Igen, Vegasszal csinálom, de inkább engem lássatok. Hát most valami már nem vagyok kék, tök mindegy. Szóval igen, Vegasszal csinálom, mert... Hát, hogyha ezt most Premiere Pro-val csináltam volna, akkor még mindig csinálnám. Szóval, hogy nem volt sok időm, pont ezért, mert eltelt az idő, eltelt a délután, és nagyon kevés időm volt megcsinálni, viszont most lerendelte, úgyhogy én ezt már dobom is ki, és a kövi részt azt már valószínűleg Premiere Pro-val fogom megvágni, megszerkeszteni. Na, de melyek vezetni, halló! És hát sajnos az a nagy helyzet, hogy mára csak ennyit tudtam felvenni. Ez szerintem az egész heti vlogos rész legtartalmatlanabb része lesz, úgyhogy ne aggódjatok. Sajnos itt nem tudtam felvenni, mert tényleg órák hosszát elvett az, hogy ültem a hivatalba és vártam, hogy végre engem behívjanak. Úgyhogy például a mai rész, tegyük fel, hogy ezt én véletlenül se kedden veszem már fel, jó? Most nem árultam el magam. Szóval a holnapi rész az, én garantálom, hogy izgalmasabb lesz, mert látok a jövőbe. Igen. De azért, hogyha tetszett ez a rész is, akkor dobjatok egy lájkot és egy feliratkozást, ha még nem tettétek, és akkor találkozunk a kövi részben, ami izgalmasabb lesz. Garantálom, ha nem, le kell iratkozz. De hál' Istennek ilyenre nem fog sor kerülni, úgyhogy én Beri voltam is, ami nem maradt, az nem más, mint a Csáló, guys! Meg Girls, meg aki nézi, mindegy, na! No.